Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek. Vers, ének, próza és színházi előadás is szerepelt a gyerekek repertoárjában, akik a beszélni nehéz körvezetők anyanyelvi táborának megnyitóján léptek színpadra. Idén már 35. alkalommal rendezi meg ezt a találkozót az Anyanyelvápolók Szövetsége. Juhász Judit elnök köszöntőjében elmondta, hogy mindig szívesen látogat el erre a vidékre, és örül, hogy egy olyan program állt össze, ami a szövetség céljait sűríti néhány napba. A kiejtés jelölésektől kezdve az ének, a vers, a próza, a helytörténeti előadások, a jövőnk gyökereinek fölmutatása, róluk való megemlékezés, nem sorolom tovább, mind-mind azt jelenti, hogy azt folytatjuk, amibe belekezdtünk sok évtizeddel ezelőtt a nagy elődök nyomában. Póla József az esemény védnöke, ugyan matematika tanár, de mint mondja, számára is fontos a nyelv ápolása. Beszédében úgy fogalmazott, a pedagógusok mint egy munkaeszközként használják a nyelvet, de van ennél egy sokkal fontosabb feladat. A jelenlévők, a magyar tanárok, a magyar nyelvet tanítók, ők sokkal többet tesznek, hiszen őrzik, védik ez az elhivatottságuk, ezt a gyönyörű nyelvet. Ami anyanyelvünk. Az ünnepségen elhangzott, hogy a nyelvművelés közéleti befolyása, ha nehezen is, de növekszik. A pedagógusok egyébként egy héten át vehetnek részt előadásokon, és ismerkedhetnek meg Baranyával, illetve a megyeszékhellyel.